A sajtótájékoztatót megelőzően Tóth Tibor megyei katasztrófavédelmi igazgató a Szabad Sajtónapjához közeledve jelképesen egy tollal és oklevéllel köszönte meg az újságírók munkáját. Január végén azzal a céllal alakult meg Békés megyében a Tűzmegelőzési Bizottság, hogy a tűz és káresetek megelőzésének hatékonyságát növeljék. A megyében sajátos jellegéből adódóan viszonylag sok területtűz, vegetációs vagy avartűz alakul ki egy évben. Tavaly ebből összesen 680 ilyet regisztráltak, ezért is fontos a megelőzés. Felhívni a figyelmet. Nem könnyíti meg a katasztrófa védelem helyzetét a téves jelzések magas száma sem, de ez nem mindig jelenti azt, hogy valaki direkt félre akarta volna vezetni az igazgatóságot. Volt 117 olyan jelzés is, ahol téves jelzésnek bizonyult. Ez a téves jelzés az, amikor jön egy tűzjelzés, a tűzoltó egységek elindulnak a kárhelyre, de ott már nem kell beavatkozni, mert tudom én, eloltotta a tüzet az, aki jelezte, hogy nem terjed tovább, és tűzoltói beavatkozást nem igényel. A jó idő beköszöntével tehát hamarosan több ellenőrzésre kell számítani, elsősorban azokon a területeken, ahol tavaly nagyobb számban fordultak elő kültéri tűzesetek. Az igazgatóság elsődleges céljai között szerepel a lakosság széleskörű tájékoztatása, ami elősegítheti a megelőzést, hiszen akár egy eldobott cigarettacsikk is nagyon komoly károkat tud okozni. A kültéri tüzeket általában a legalacsonyabb riasztási fokozat jellemzi, de volt már ettől eltérő esetük is. Voltak kiemelkedő tűzeseteink a tavalyi évben is. Itt mondhatnám a geszti, a mélykeréki, illetve az eleki tűzeseteket. Itt például geszten 400 hektár területen égett szárazfű erdőben aljnövényzet gaz. Itt az a nem probléma, hanem a feladat. Itt ilyen magas, itt már 4-es, illetve 5-ös riasztási fokozaton dolgoztak az egységeink. Ezt úgy kell elképzelni, hogy majdnem a megye összes tűzoltója részt vett azon a beavatkozáson, és ilyen gondatlasságból, nagyisten szándékosságból okozott tűzhöz. Ha ezt látjuk, akkor a megye majdnem összes tűzoltóját elvontunk. Ez nagy feladat, illetve nekünk biztosítani kell azt is, hogy a másik területek is védve legyenek. A sajtótájékoztatón elhangzott, a tűzesetek jelentős száma általában emberi gondatlanságból, vagy rosszabb esetben szándékosságból keletkezik. A jogszabályi háttér megváltozásával ez évtől már a katasztrófa védelmi szankcionálhat, de a cél elsősorban a megelőzés és nem a büntetés. Első körben értelemszerűen nem a bírságot használjuk, hogy ezredes úr is elmondta, jelenleg felmérések vannak a megyében a előző évek úgymond idézőjelben fertőzött területi vonatkozásában, ahol a legtöbb tüzek keletkeztek, viszont visszamenőlegesen, hogy ahol folyamatosan fellelhetőek voltak a területtüzek, és a elkövetkező években is ezek a számok nem változnak, akkor ott a tulajdonosok, művelők azért számíthatnak egyfajta szankcióra. A bírság összege 60 ezer forinttól egészen 200 ezerig terjedhet, érdemes tehát mindenkinek odafigyelni a jogszabályok betartására, hiszen nem kell, hogy tűz keletkezzen ahhoz, hogy szankcionáljon a katasztrófavédelem.